Nézzük a harmadik részt is, formátum, hosszú sorok tördelése, vagy word wrap, illetve a betűtípus tudjuk itt beállítani. Hosszú sorok tördelése annyit tesz, hogy látjuk, hogy a beállítottuk, tehát hogyha kipipáltuk, akkor ugye folyamatosan fogja követni a keretnek a nagyságát, és ameddig a start, ugye megy át automatikusan a következő sorba. Hosszú sorok tördelése, vagy word wrap pipának a kivevése után ez történik, tehát ugye megjelenik az úgynevezett csúszka. Ez jelenhet meg itt a legalján, vagy akár itt az oldalán is. Beállítom a hosszú sorok tördelése, ezt legtöbb esetben nem beszokott lenni állítani, mert így akkor ugye mindig alkalmazkodik a kép, a magának a Windows-nak, vagy pedig a képernyőnek a nagyságához. Betűtípusra, hogyha rámenjünk, itt tudjuk a különböző betűtípusokat ugye változtatni. Ezt az ablakot, meg minden ablakot a Windows-ba tudunk ugye, hogy áthelyezni egyik helyről a másikra. Ez úgy történik, hogy a bal klikken tartjuk az ujjunkat, és tudjuk rakosgatni egyik oldalról máshol, vagy hasonlók. A betűtípus, azaz vagyis a font, itten ki tudjuk választani, melyiket szeretnék, látunk rögtön egy mintát. Nálam ezek vannak föltelepítve, ez mindenkinél változó tud lenni. Nem mindegyik betűtípus stílusnál stílus egyforma, lehet ugye, hogy normál, azaz is klasszikus kinézetű. Mert az én kedvencem, például az Arial. Itt van, hogy félsűrített, tehát ugye látjuk, hogy mennyire dőltek, dőlt, klasszikus dőlt, a normál betűk, félsűrített kövér, félsűrített dőlt, félkövér, fekete, jó vastagon kihúzva, tehát ugye ez angol nyelvűnél van a normál, italik, azaz vagyis a dőlt, illetve a bold, azaz a vastag betű, vagy félkövér betűk jelölése. Na, ez mindegyiknél változó. Látjuk itt a dolgokat is, vagy például az Arialnál mennyi beállítás van, míg az Arial Unicode MS-nél ottan pedig csak 4 beállítás van. Mindig látni tudjuk itt a minta résznél, hogy milyen kinézetet kap majd mi nekünk a betűnk. A méretnél, vagy a size-nál itten tudjuk beállítani a betűknek a nagyságát. Ez nem csak 72 lehet, de akár lehet 115 is például. Csak be kell írni itt a méret résznél, majd pedig egy Enter-t ütni, amikor megjelenik is a szövegünk nagysága. Jó, ezt lecsökkentjük ilyen emberére, leokézzük. És körülbelül ennyi is lenne. Ha további betűtípusokat szeretnénk, akkor erre rákattintunk, és akkor itt ugye, hogy kijelölhetjük még a további betűket, amiket szeretnénk feltelepíteni. Látjuk az igazán nagy különbséget a maga a Notepad jegyzettömb között, illetve a WordPad között. Az pedig az, hogy amikor itt leokézunk bármilyen betűtípus, vagy bármilyen változtatásokat, akkor az egész szövegünkre, amit képeltünk, mindegyikre az lesz alkalmazva. Még ez a WordPad-nál már nem így van, ott akár már tudunk a betűként is változtatni a szövegünkön.